tisztelettel és szeretettel hívom a győrieket. Bárki bármelyik napon ráér, mindenképpen látogasson ki a rendezvényünkre, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos tapasztalatokkal fog gazdagodni. Csütörtökön az Olimpiai Sportparkban kezdődik a Győri Klíma Expo. Konkrét című műsorunkban a Környezetvédelmi Bizottság elnöke és a Környezetvédelmi Osztály vezetője beszélt Győr legzöldebb eseményéről. Arra figyeltünk, hogy minél jobban meg tudjuk szólítani a diákokat, tanulókat, a gyerekeket. Nyilván ők legjobban befolyásolhatók, ők nyitottabbak az új információkra, ezért sikerült kifejlesztenünk egy zöld győr applikációt, aminek a segítségével még jobban be tudjuk vonni őket. Az applikációt letöltik, és akkor 9 kiállítónk standján részt vesznek egy játékban, és ha mind a 9-nél részt vesznek a játékban, akkor ott mindegyiknél leolvasnak egy-egy QR kódot, és így tudnak regisztrálni tombolára. De nyilván nem csak a tanulóknak, diákoknak áll a rendelkezésére, hanem bárki letöltheti és részt vehet a játékban, és tombol a sorsolás pedig minden nap délben is olyan 3 óra körül lesz a programok függvényében. Egy 3 generációs család minden tagja találjon érdekes témát a Klíma Expón, így alakították ki a programokat. A zöld kiállításon a futás még inkább a középpontban lesz majd. Mondhatom, hogy tavaly népszerű volt. Idén duplán népszerű lesz, hiszen ezt számokkal tudjuk alátámasztani. Gyakorlatilag az idei résztvevők száma a tavalyi résztvevőknek a duplája. Hatalmas munka van emögött természetesen, és ezúton kell megköszönni mindazoknak a segítségét, akik segítettek a futásunk népszerűsítésében, kezdve Győr város honlapja, tehát a Facebookon is. Tehát nagyon fontosnak tartottuk, hogy minél több emberhez eljusson az információ, hiszen a futás az egészséget is jelent, és volt egy olyan szlogenünk, hogy fuss a zöld győrért, és különlegesnek éljük meg azt, hogy 7 kilométer Győr utcáin, Győr legszebb részein, a Szent István úton, a hidakon, a rakparton, tehát ez élmény számba ment a visszajelzések alapján, mindenképpen jó volt a futók számára megélni azt, hogy Győrbe végig tudtak futni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az idei futásunk is egy jó rendezvény lesz. A 3. Győri Klíma Expóval még bővebben foglalkozunk szerda este, 20:25-kor kezdődő Konkrét című műsorunkban.